Köszöntöm kedves nézőinket! Mai adásunkban ismét a gyógynövényekkel és azok gyógyhatásaival foglalkozunk. Beszélgető társam Cingei Amália. Üdvözöllek! Köszönöm szépen a meghívást! Mióta foglalkozol gyógynövényekkel? Gyógynövényekkel körülbelül 7 éve foglalkozom. Mi vitt rá arra, hogy elsősorban elkezdjél velük foglalkozni, szedni, gyűjteni, szárítani? Ilyen sajátos élményem volt, nagyon fájt a csuklóm egy ilyen megerültető munka után. Azt mondta a nagynéném, miért nem teszel rá kacedónia levelet? Megfogadtam a tanácsat, a kacedónia az amúgy a vére hulló fecskefőnek a levele. Éjszakára rátettem, és reggelre elmúlt a fájdalom, mind egy csoda. Úgyhogy tulajdonképpen ez vitt engem arra, hogy foglalkozzak a gyógynövényekkel, jobban belelássak, elkezdtem tanulmányozni könyveket, videókat, és azóta is ezt csinálom. Ahhoz, hogy azért a gyógynövényeket gyűjteni tudjuk, nagyon sok idő kell, ez egy időigényes munka. Igen, igen. Gondolom, van, aki támogat benne és segít. Család fontos, hogy támogasson, mert órákat vagyunk el, legnagyobb melegben, nyáron is. Van egy kedves barátnőm, akivel körbejárjuk a környék réteit, erdejeit, és fedezzük fel, hogy még gyógynövényt hol találhatjuk. Mennyi volt az a nagy maximális mennyiség, amelyet gyógynövényből gyűjtöttél, tehát fajtát, a fajta érdekelne? Igen, volt egy olyan évünk, hogy még akkor a férjem is belesegített nekem, hogy 52 féle gyógynövényt összegyűjtöttünk egy nyáron. Jó, és ezekből a gyógynövényekből gondolom nem csak teák készülnek, hanem most már te egy kicsit feljebb szinten űzöd a gyógynövényekkel való munkát. Miket készítel belőle? Igen, a teák készítésen kívül lehet a gyógynövényekből zsírt, olajat, tinktúrát is készíteni. Attól függ, hogy melyikből mit, és milyen betegségre. Nagyon fontos az immunerősítést. Ezt tehetjük teák révén, teák útján, de készíthetünk akár tinktúrát is. Jelen esetben egy ilyen tinktúrát fogsz nekünk bemutatni. Miből fog készülni ez a tinktúra? Ez a tinktúra, mert mivel itt van nekem még készen az üvegbe, és le kell már szűrni, azért hoztam ezt most ide. Ez most pontosan az echinacea, vagy bíborkásvirág más néven. Ez az év, 2020-as év gyógynövénye Magyarországon. Úgyhogy azt hiszem, hogy lehet ezzel most foglalkozni, mert elég érdekes a története ennek a gyógynövénynek. Mit kell róla tudnunk? Hogyan termesszük, hogyha belefogunk? Honnan származik ez a növény? Ez a növény állítólag az észak-amerikai indiánok gyógynövénye volt. Az echinacea szó az görög eredetű most már, és sünit jelent, mivel ha megszárad a virág, akkor szinte úgy szúr, mint egy kis sün. Úgyhogy ez nagyon találó az elnevezése. Nálunk most már nagyon jól el van, egyszer beültetjük, és ő ott marad, évelő, úgyhogy nem kell újra ültetni, semmi gond nincs vele, úgyhogy gyönyörűen virágzik, jól érzi magát nálunk. Tehát nem csak a dísze lehet a kertünknek, hanem egy gyógyító hatású növény is. Igen. Melyik részét használhatjuk fel az echinacénak? Az egész gyógynövényt fel lehet használni, úgyhogy úgy, mint a virágos szárát, a levelét, sőt a gyökerét is. Akkor az echinacét azt külsőleg, belsőleg használhatjuk fel. Milyen jótékony hatásai vannak az emberi szervezetre? Elsősorban immunerősítő hatása van, ami most így őszderekán ez nagyon fontos. Gyulladás csökkentő, légúti megbetegedésekre, influenza ellen, és külsőleg a gyökerét porrázúzzák, és azt teszik sebek gyógyítására használják. Jelen esetben egy tinktúra készül, vagyis már a tinktúra félig meddig készen van, egy ideje árzik, azaz echinacé. Pontosan miben és mi árzik, azt elárulja nekünk, elárulod nekünk? Igen, az echinaceának a virága és a levele ázik most itt per pillanat, ebben az alkoholos kivonatban. Az alkohol olyan 50-60-70 fokos a legideálisabb állítólag. Jó ilyen nagy, úgymond befőttes üvegben, amit le lehet zárni, vagy így celofánnal aztán lekötni. És nem közvetlenül a napon, hanem meleg helyen, így konyhaablakban például, nekem ott állt egész nyáron. Uh-huh.
Értem. Jó, tehát leöntöttük az alkohollal a levelét és a virágát. Mennyit érdemes hagyni, hogy pihenjen ebben a lében? 2 hét, de minél tovább, állítólag annál jobb, mert az alkohol annál jobban be tud hatolni a növény puha részébe, minél tovább áll. És ezáltal hatóanyaga is több lesz. Mire lesz szükségünk az elkészítés, a szűrés folyamán? Igen, kell egy másik edény vagy üveg például, szűrőke, aztán ilyen gézanyag, vagy pelenka vagy géz, igen, amin keresztül átszűrjük, úgyhogy az megfogja magát a növényt, hogy ne kerüljön már bele. Úgyhogy ha esetleg megpróbálhatjuk, szedőkán, mert ez nagy üveg, és nagyon mélyre kell nyúlni. Jó, akkor mehetünk. Megkavargatjuk. És aztán ki is nyomkodjuk. Igen, igen, azért a géz által. Finom illata van, azt már most érzem. Az alkohol jelentősen érződik rajta, de a gyógynövény hatás, gyógynövénynek az illata is igen, jelen van. Más azért, mint ami volt az alkohol a kezdetén. Hogyha beletöltöttük, akkor... Akkor lehet kapni ilyen úgynevezett csöpögős üveget, amivel tudjuk szépen számlálni a csepp számokat, igen, mikor már fogjuk alkalmazni. Jó, tehát így készen van a tinktúránk, le is zárhatjuk az üveget, évek hosszú soráig eláll, igen. De hogyan használjuk, mennyit használjunk belőle? Általánosságban úgy írják, vagy úgy ajánlják, hogy 2-3 x 20-30 cseppet. Ezt át lehet számolni gyermekadagra is. Egy gyermekadagban annyi az alkoholtartalom, hogy állítólag egy érett banánban több az alkoholtartalom. Uh-huh. Reggel és este fogyasszuk, ugye? Igen, igen, reggel este. 14 napig, 2 hétig fogyaszthatjuk egyfolytában, aztán érdemes azért egy kis szünetet, és utána újból lehet megint 2 hétre alkalmazni. Megelőzésképpen, vagy pedig már, ha a betegség felütötte a fejét? Megelőzésképpeni adag ez, és ha már ne adj Isten a betegség felütötte a fejét, akkor lehet az adagot növelni. Az echinacé tinktúrán kívül látom, hogy más tinktúrákat is készítel. Pontosan milyeneket hoztál ide, és ezeket mire használod fel? Igen, tinktúrát szinte minden növényből lehet készíteni, úgyhogy amit most én ide elhoztam, itt ez a pár, például a sarkantyúka tinktúra, ellenálló képességre, dezinfikálásra, antibakteriális, gombásodásos megbetegedésekre, következő a gesztenye tinktúra, a viszerekre, érerősítő, dagatlábakra, véraláfutásokra, a zsúrló tinktúra, szervezettisztító, úgymond a szervezetben egy nagy takarítást végez, minden rosszat kitakarít, mint egy jó söprő. Körömvirág, gyulladássebb gyógyítás, antibakteriális, medvehagyma, tavasszal szedjük, az egyedüli módja arra, hogy kivonjuk belőle a hatóanyagokat a tinktúra készítése. Dezinfikálásra, húgyutakra nagyon jó. Citromfű, az antivírusos, nyugtató hatású, idegerősítő, görcsoldó, herpeszre, ha szánkon herpesz keletkezik, ezzel lehet kenegetni. Fecskefű tinktúra, itt szintén az egész gyógynövényt tehetjük alkoholba, gyökerétől kezdve a leveleig. Az anyajegyek eltüntetésénél fontos szerepet tölt be. Ebben az időszakban készfertőtlenítőt is készíthetünk természetes anyagokból, gyógynövények segítségével. Erre is hoztál egy receptet nekünk. Igen, sajnos olyan napokat élünk, hogy készfertőtlenítünk naponta többször is, ezáltal az alkoholtól kiszárad a kezünk. Ezért gondoltam, hogy olyan készfertőtlenítőt kellene kitalálni, ami egy kicsit ápol is. Úgyhogy az alapja tulajdonképpen vodka, van, aki issza, van, aki kezére keni. A vodkába aztán lehet tenni a levendula olajat, ami már maga az, ami ápolja a kezünket.
És a másik ápoló szerbele az aloe vera készítményekből kinyert aloe. Aztán, ami azt a részét képezi, hogy a fertőtlenítős része, az például alpába, sósborszeszbe áztatott szögecske bors. Ez is ilyen házi készítmény, ez szúnyog elleni, szúnyogcsípésre nagyon jó alkalmazni. A kézfertőtlenítő következő részei a jó minőségű illóolajak, amelyből lehet például tenni a levendula illóolajat, aztán lehet a teafaolajat, van még ilyen is, lehet venni, hogy salviát, ez a zsája olajat, de ezeknél is különbséget kell tenni, hogy az illóolaj tényleg jó minőségű legyen, nem csak az, ami az aroma lámpákba használatos, hanem olyanokat kell venni, ami masszírozásra is lehet használni, szóval testtel érintkezhet. Ezeket az anyagokat tetszés szerint összekeverjük, kinek hogy tetszik jobban, kicsit olajosabban, kevésbé. Betehetjük ilyen szórófejes, pumpás üvegcsében, és használata nagyon egyszerű. Akkor kérek ide egyet. Köszönöm. És igazán jó az illata. Illatos, és azáltal, hogy benne van a levendula olaj, ez az aloe, és nem szárad. Nem olyan, mint egy alkoholos fertőtlenítő, annak úgy, előtt jött a vodka. Úgy bevonna úgy valamivel. Igen, olyan, érzek egy olyan kis sejmes érzést. Igen. Hát ez szuper. Mit javasolsz azoknak, akik a gyógynövényekkel elkezdenek foglalkozni, tinktúrát, zsírt, teát készítenek belőle? Mi az elsőrangú feladat, amiről ne feledkezzenek el? Készítését feltétlenül pozitív energiával, jó kedvel végezzük, ezáltal is megnövelhetjük annak a bizonyos készítménynek a jótékony hatását. Hallottuk a receptet, a jó tanácsot, nagyon pozitív készítést kívánok mindenkinek! Köszönjük figyelmüket. Viszontlátásra. Viszontlátásra.